Magyar Tudományos Akadémia a 2000-es évek elején hozta létre az úgynevezett Arany János díjat, kifejezetten azzal a céllal, hogy a nem Magyarországon élő magyar kutatókat ismerje el. Három kategóriában adják oda minden évben ezt az elismerést. Az úgynevezett életműdíjat azoknak az idős kutatóknak, akik már a pályafutások vége felé közeledve olyan életutat tudnak maguk mögött, ami mindenképpen elismerésre méltó. A fiatal kutatói kategóriában a 35 év alatti ígéreteket, tehetségeket ismerik el, és a kiemelkedő tudományos teljesítményért járó kategóriában adják oda ezt az Arany János díjat minden évben. És hát idén Barabási Albert Lászlóval együtt közösen mi kaptuk a úgynevezett kiemelkedők tudományos kategóriában ezt az elismerést, amit a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudományosság külföldön elnöki bizottsága ítél oda. Előterjesztés alapján titkos szavazással döntenek arról, hogy ki az, aki abban az évben díjazott. És hát fantasztikus elismerés az, hogy idén az egyik díj az így Kárpátaljára került, hiszen ez az elismerés nem csak nekem szól, hanem én biztos vagyok abban, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folyó kutatómunkát is elismeri ez a díj, hiszen a mai 21. századi világban nem nagyon vannak már egyéni ilyen kis szigetecskék, akik egyedül tudnak dolgozni, csapatmunkában zajlanak a kutatások, főként a természettudományokban is, de a társadalmi és bölcsészettudományokban is, úgyhogy ez egy csapat elismerése igazából. Tulajdonképpen úgy is lehet fogalmazni valóban, hogy az ukrán állam nyelvpolitikája, nemzetiségpolitikája, oktatáspolitikája ellát bennünket kutatási témával. Valóban az a kis kutatóintézet, a főiskolán belül működő Hodink Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, amelyet vezetek, az elsősorban Kárpátalja nyelvhasználatát, a nyelvpolitika, a nyelvi kontaktusok szemszögéből vizsgálja. Így hát az utóbbi néhány évben annyi munkánk van, mert hát Kijev az utóbbi néhány évben azon dolgozik, hogy a mi nyelvi jogainkat visszaszorítsa, hogy a kisebbségek nyelvhasználatát megnehezítse, az ukrán nyelv támogatásának álcája mögé bújtatva ezt a szándékot. Így hát folyamatosan van miről írnunk, folyamatosan van miről előadást tartanunk, és míg korábban sokkal nehezebb volt mondjuk egy nemzetközi tudományos fórumra kikerülni, sokkal nehezebb volt egy nagy, nagyon magas presztízsű tudományos folyóiratban esetleg publikálni. Az utóbbi néhány évben az egész világ figyelme Ukrajna felé fordul, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem az ukrán-orosz nyelvi konfliktus, hanem az Ukrajnában élő magyar közösség aspektusából tudjuk megvilágítani az ukrajnai nyelvi, nyelvpolitikai folyamatokat, és erre bizony egyre komolyabb figyelem irányul, és ezek az elismerések igazából annak is szólnak, hogy mi következetesen megpróbálunk a kárpátaljai magyar közösség nyelvi jogaiért, oktatási jogaiért kiállni, és ezt szakmai alapokon, nem pedig érzelmi vagy sérelmi szemszögből próbáljuk megtenni.